Ablakom, ablakom, szép kerek ablakom. Hogy volt az az ének? No, mi legyen az ablakokkal, gyerekek, az a kérdés. Hát ugye nekem megvannak az összes ablakom, a lyukok a falon azt szerint lettek csinálva, hogy hány ablakom van, és milyen méretűek. Mikor vettem az ablakokat, az a két felső nem volt belé számítva, mert akkor még nem akartam emeletet. No. Tehát az két lábszór, két lábos ablakok, és ide úgy volt számolva, hogy jön kettő. És az oldalára úgy volt számolva, hogy jön három ide, a déli oldalra. Keleti oldal, ide egy-egy, mind a két felire. És a másik oldalon egy nagy ablak, ide három láb széles, öt láb magas. Na ez megvan, ez be lehet tenni, ezzel nincs kérdés. A kérdés ott van, hogy mínuszban vagyok két ablakkal. És a legnagyobb probléma ugye most az, amit ki kell figuráljak, a ti segítségetekkel, hogy melyik ablakot módosítsam, vagy elimináljam. Mert ugye itt most torna, az lesz, úgy képzeljétek el, hogy négy lábot kiugrik, itt fal lesz. És egyik felire terveztem, ide mondjuk, ezen a felén lenne egy kicsi, az ablakot túl vissza csak, épp egy ilyen elkülönített rész, ahol a komposzt vécé befér. Tehát ennyi lenne. Ugye hátul fal lesz, oldalba fal lesz, itt elő ajtó lesz, és itt lesz a WC. Így gondoltam el. És akkor az ablak ugye, az csak marad, mert itt eddig lesz csak befalazva a külső fal, és innentől már szita lesz. Lát, be lesz egy kicsit a felső fele falazva, de ja, nagyjából itt szita lesz, úgyhogy a fény be fog tudni menni. Habár, ez az északi oldal. Úgyhogy sok nap itt nem fog besütni, de mindegy. Na, ez az egyik opció. A másik opció az lenne, hogy ezt a felit hagyjam nyitva, s ne tegyek ide a WC-t, teljesen szitás falat tegyek. És a túlsó oldalra csináljam ide a WC-t és a zuhanyzót. Na, úgy gondoltam, hogy a WC ott lesz, és akkor ezt a sarkot lekülönítem, csak ugye itt belelóg az ablak itt a helyzetbe. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ezt az ablakot vagy teljesen kéne eliminálni, vagy csak befalazzam kétharmadát, és betegyek egy ablakszemet ide. Na ugye már két ablakkal mínuszba vagyok. Úgyhogy akkor azt tudnám csinálni ide hármas ablak, ami hát három kicsike ablak, ugyanolyan egyformák az összes kicsike ablak, ugye kivéve azt a túlsó nagyot, két láb szór két láb. Akkor a hármast, amit ide szántam, kettőt leválasztanék, betenném hátul. Ugye már hátul az úgy jó van, egy kettős ablak. És akkor ami marad, az egy ablak betenném ide. És ezt a többi részt itt befalaznám. És akkor azt csinálnám, hogy kiengedném egész eddig, egész az ablakig. Kiengedném, ami van, vagy 6-7 láb. Kiengedném idáig ezt a befalazott részt. És akkor a hátsó felében lenne a zuhany. És itt elő lenne a komposzt WC. Itt a kettő között, itt a falra felszerelve egy kagylócska. Na. És akkor a túlsó felével, a túlsó fele mindegy lenne. És attól be tudom a túlsó felének is egy kicsit a hátsó felét falazni, úgy, ahogy elmagyaráztam az ablak utáni részt. De ja, akkor
akkor így megoldódna minden kérdés. Már akarok nekiállni, most már berakni az ablakokat, és veszem meg azt az ajtót, amint a kocsit elhoztam. Így legyen rendesen minden leszigetelve. No. Mit szóltok, milyen lesz ez a megoldás így? Vagy egyáltalán ne tegyek ide ablakot? Csak szeretem, hogy mind a négy oldalán, ha aznak ki lehet látni. És ugye akkor itt is a külső falicitás lenne. Egészen ide az ablakig. Úgyhogy ki lehetne látni, és fény tudna bejönni. Ja. Jó, ha van egy lika az ablakon. Puska csövit ki tudod dugni, és ilyesmi. Na. Mi szóltok, gyerekek, mi szóltok? Hogy legyen a zablakos dolog? Két elsőt, még arra is gondoltam, hogy a két első ablakot is falazzam be, mert nem fog kelleni, mert ugye itt tornász lesz, de csak fog jó, mert fény tud bejönni, és megvannak már az ablakjaim, úgyhogy könnyebb betenni egy ablakot, mint befalazni a helyét, nem? $20 vettem darabját azoknak az ablakoknak. Nagyon fasz ablakok, Anderson márkájú ablakok. Megnéztem újon, felhívtam a ablakos céget itt Naples-ben, azt mondták, $300 körül van darabja. Ja, úgyhogy vettem. Craigslisten volt feltéve. Vettem 3-4-5. Annyit vettem. Hátát, ugye? Jó, hátát vettem. 7 ablakot vettem, $20 darabját. Ja, $140 fizettem a 7 ablakét. És 7 ablak $300, az $2100 lett volna újon. Úgyhogy nem mindegy. $140 vagy $2100. És ezek dupla ablakok, tehát double pane, dupla üveg, és a két üveg között gáz van. Úgyhogy komoly ablakok, meg ki lehet izével nyitani őket. Ilyen kibillenősök, nem nyílik ki teljesen, hanem egy kibillen, és még szita is jött felik, nem tudom mi az összesre van egy szita, de végül is az első kettőre nem kell, és az egy oldalsóra se kell, csak a hátsó oldalra, a duplára, a két felsőre, tehát 4 szita kell. Felsőkre azt hiszem be is szereltem a szitát. Ja. Na megvannak valahol egy fekete nálmas zsákba. Tehát jött a szita is vele. Úgyhogy... úgyhogy mind az összes ablakom dupla. Hogy hívják ezt? Termopan? Ami nagy ablak, a 3x5-ös, az is olyan, azt használtam, vettem egy ilyen bontóból. Á, kell majd egyszer menjek oda a bontóba. Végül is mielőtt megveszem az ajtót a Home Depotba, lát elmegyek a bontóba, hát ha kapok fél áron. És persze szét fogok nézni a Craigslisten is, mert ott is kaphatok egy bontott ajtót, olcsón bejárati ajtót. Úgyhogy a méreteket le kell vegyem, de 36 inch szer 80 incses néztem a Home Depotba, az ilyen standard bejárati ajtóméret, 3 láb széles, 80 incs magas, 80 incs az mennyi, 7 láb? Úgyhogy meg kell mérjem, de úgy csináltam a nyílást, hogy nagyobb 36 incsnél és 80-nal, úgyhogy be kell férjen lazán. De persze előbb nézek bontottat a Craigslisten. Egy bontott ajtót, és még mit mondtam, mit kell nézzek? Vissza kell nézzem a videót, már elfelejtettem. Miről beszéltem? Egy bontott ajtót. Az ablakokról beszéltem. Na, mindegy. Menjek, igyek egy smoothie-t, mert le van lassú az agyam.
Én ő beszéltem pont most Rézi előtt. Azt a mindenit. Na jó, tehát elől berakom az ajtót, az ablakokat. És bla bla bla. Na jó, azt hiszem az ablakos ajtós téma ki van már itt fel. Ja igen, hogy ide a bontóban van egy ilyen lerakott, egy ilyen bontó, ahol mindenféle cuccokat árulnak. Hát bontásokból ők összeszedik, vagy olcsón megveszik, és akkor van egy ilyen lerakott, és oda mész, és veszed kagyló, ajtók, WC, mindenféle felszerelés, pompák, stb. Úgyhogy el kell menjek oda, és megnézem, hogy ja, olcsón egy bejárati ajtót, és még mit? Még valamit akartam. Mit akartam? És faanyagot is megnézhetek a tornácnak, de faanyag nincs, inkább ilyen fém cuccok vannak. Mit mondtam, hogy ott még megnézek a bontóval az ajtón kívül? Vagy nem jut eszembe? Na, mindegy. Kagylót? Ja, ilyen olyan fürdőszobai felszerelés, de nem az, valami volt, miről beszéltem. Esküszöm, vissza kell nézzem a videót, mert nem emlékszem. Na jó, menjek dolgozzak a kuton, gyerekek, mert nem fogja senki sem megcsinálni, ha ettem. Van egy olyan érzésem. Pillangók jönnek a virágokra. Oh.